vagyok, és szeretném nektek megmutatni a július havi újdonságainkat. Ugye azt tudjátok, hogy a Perfect Beauty magazinban a teljes nyári újdonságokat megtaláljátok, a június-július-augusztusi termékeket. A magazint el tudjátok érni a perfectnails.hu weboldalon, vagy pedig tudtok kérni teljesen ingyenesen a viszonteladóinktól, a területi képviselőktől, vagy ha rendeltek csomagot a weboldalon, akkor ingyenes termékként be tudjátok tenni a csomagban, ugyanúgy, mint ahogy a nagy új katalógusunkat is, úgyhogy bátran nézegessétek, forgassátok, már csak azért is, mert vannak benne nagyon hasznos kis step-by-step-ek, használati útmutatók, ötletek arra, hogy a termékeket hogyan tudjátok megfelelően használni. No, az újdonságokat kezdjük. Kezdjük mondjuk itt a Ketai laggel kollekcióval, ami egy nagyon kis vagány dzsungeles dobozban kerül forgalomba. Ugye ebbe 5 darab szinte teljes kollekciót megtaláljátok 8 ml-es kiszerelésben. Nagyon-nagyon szép színekről beszélünk, majd mindjárt meg is mutatom őket nektek. Nézzük csak meg, hogy itt van egy nagyon szép banánzöldünk. Őt itt találjátok középen. Szerintem nagyon vagány szín, most nyáron nagyon szeretjük ezeket a kis élénk színeket. Aztán van egy nagyon szép ilyen vízkék. Ez a 4-es számot viseli. A 3-as, ő egy kicsit ilyen pinkesebb árnyalat. Ő itt lesz. Aztán a hibiszkusz nevet kapta a 2-es szín. Ő egy kicsit ilyen narancsos-piros, és van egy narancs. Mindegyik nagyon-nagyon szép neonszín. Itt a mintán fekete alapra vannak kikenve, ugye a fekete alapon mindig egy kicsit sötétebbek a színek, és majd itt az élőadásnak a végén meg fogom nektek mutatni, hogy világos natúrszínen hogyan mutatnak. Ki is bontok egyet, jó, hogy megnézzük magát az állagát. Amit még mutatnék nektek, hogy új üvegben kerültek forgalomba, kicsit ilyen metálosabb maga a címkéje, és itt fölül látjátok, hogy egy ilyen színcsík került rá, tehát sokkal könnyebb lesz majd megtalálni a megfelelő színt, illetve rákerült a neve, illetve a szám is a színnek. Hogyha kibontjuk, ugye minden mágneses lakzselé ilyen kicsit ilyen sűrű állagú. Látszik, remélem, hogy ilyen nagyon lassan kezd el lecsöppenni. Ugye ez a benne lévő mágneses pornak, vagy fémpornak a hatására van. Tehát ilyen sűrű állagú, a kicsit gyöngyházfényűek, és ugye nem kell attól megijedni, hogy a csík az természetesen attól fog majd belekerülni, amikor a mágnest hozzá közelítjük, de egyébként nagyon sokan szokták használni mágnesezés nélkül is, mert úgyis nagyon szép színei vannak. Jó, tehát keressétek őket is a webshopban is, most már fönn vannak viszonteladóknál, kerületiseknél is, illetve a Perfect Beauty shopokban is természetesen. Jó, aztán van itt egy újdonság, ami még az előző hónaphoz tartozik, de nagyon sokan érdeklődtetek utána, hogy hogyan is működik, mi ez a termék, ez az Extreme Whitening Gel. Nem összekeverendő az Extreme White-tal, ez nem egy fehér zselé, hanem egy olyan kicsit lilás árnyalatú, átlátszó építőanyag, ami, hogyha rákerül a fehér zselére, vagy bármilyen fehér színű anyagra, akkor optikailag még jobban fehéríteni fogja, ugye ezért lett az Extreme Whitening a neve. Kicsit így eldöntöm az üveget, vagy a tégelyt, és akkor látszik, hogy ez egy kicsit önmagában mozgó anyag, de nem nagyon-nagyon folyékony. Jó, tehát nagyon könnyen és szépen lehet vele felületet kialakítani pillanatok alatt, mert gyönyörű, szép, sima, egyenletes felületet képez. Viszont nem folyik le nagyon gyorsan, úgyhogy szerintem szalonmunkára tökéletesen jól lehet használni. Nagyon jól hajlítható, úgyhogy alapréteghez is én nagyon szeretem használni. Kicsit így bele is nyúlok az új lakker ecsettel. Nagyon szeretem őt is. Úgyhogy látjátok, így néz ki körülbelül. Nagyon szép az anyaga. Szépen egyenletes felületet ad. Pillanatok alatt elsimítja a felületet. Jó, és egy ilyen kis kékes lilás árnyalata van. A géllakker ecsetet azért megmutatom, őt is szoktátok kérdezni, ilyen kerek feje van, nagyon szépen lehet vele anyagot felvinni a bőrredőhöz, illetve ilyen színeknek a felvitelére nagyon szeretem használni, mert a sáncok mellé akár egy krémgélt, mint egyébként az én körmöm most van, akár egy deluxe gélt, de akár még a géllakkokhoz is nagyon szépen közel lehet felvinni, és pontosan lehet az anyagokat felvinni vele. Jó, tehát ő volt az Extreme Whitening. Aztán érkezett két új körömágy hosszabbító anyagunk. Ők a Build and Fill nevet kapták. Kettő színben elérhető. Egy kicsit élénkebb hússzín, és egy picit világosabb bőrszín.
mutatom az állagukat is. Ők is kicsit ilyen folyékonyabbak. Jaj, pardon. Már abból a szempontból, hogy egyenletes felületet képeznek, de nem folynak el nagyon-nagyon hamar. Őket is egy kicsit megmocorogtatom. Jó, tehát így néznek ki. Kiválóak arra, hogy egy lenőtt francia körömnek a tövét betöltsük vele. Nagyon-nagyon szépen lehet baby boomert készíteni velük. Akár festős, tehát ilyen felületre festős franciát is nagyon szépen lehet. És egyébként akár egy hagyományos mosolyvonal kireszeléses technikához is nagyon jól lehet őket használni. Jövő héten lesz majd egy következő élőadás, abban be fogom egy kicsit részletesebben mutatni ezt a kettő Build & Fill zselét, fogok vele készíteni egy tőtöltést, és egy francia festést az új Greatest Hits kollekcióval, úgyhogy jövő héten is tartsatok velünk mindenképpen, mert nagyon érdekes és hasznos lesz. Jó, tehát ők a két Build & Fill. A magazinban, amellett, hogy nagyon sok termékinformációt megtaláltok, az akciókat is megtaláljátok. Amit mindenképpen kiemelnék, az az Orli akció, ahol mindenféle Orli termékre, nem csak körömlakokra, nem csak géllakokra, hanem nagyon sokfajta Orli termékre 30-40-50% kedvezmény vonatkozik, még ezen a héten vasárnapig. Úgyhogy ha szeretnétek kipróbálni, vagy már ismeritek és nagyon szeretitek az Orli termékeket, akkor most lehetőség van ezt akciósan megvásárolni. A másik nagyon jó lehetőség, az pedig a nagy géllak csere akciónk, ami ugye azt jelenti, hogy 15% kedvezménnyel tudtok hozzájutni bármilyen perfektes géllakhoz, az általatok választott 4 vagy 8 millis kiszereléshez, akár a Ketály kollekcióhoz is, akkor, hogyha behoztok cserébe egy bármilyen más márkájú géllakos üveget. Tehát nem perfektes, nem orlis géllakos üveg, ez lehet teli, lehet bekötött, lehet kiürült, a lényeg az, hogy ezt kell leadni bármelyik Perfect Beauty Shopban, vagy pedig a területi képviselőknél, és cserébe 15%-kal vásárolhattok egy üveget. Természetesen több üvegért többször jár a 15%. Hogyha van kérdésetek, akkor nyugodtan írjatok kommentben, és akkor válaszolok rá most élőben. És amik írtok nekünk, addig megmutatnám akkor az egyik színt. Mondjuk megmutatom ezt a nagyon szép banánzöldet, jó? Mert nekem ez az egyik kedvenc színem. Ha nem tudjátok, akkor most mondom, hogy ezeket a kis tippeket meg lehet vásárolni. Három színben léteznek, fehér, fekete és ilyen natúr színben, úgyhogy ha színmintát festetek, vagy díszíteni szeretnétek, akkor őket meg tudjátok venni. Egy méret van ez zacskóban, úgyhogy nagyon jól lehet őket egymás mellé használni. Na jó, tehát akkor ez a 05-ös banán, a green, tehát banánzöld szín lesz. Én föl szoktam őket rázni, de nem kell túl gyakran, mert pedig azért, mert ugye nagyon sűrű az állaga, és nem tud annyira gyorsan leülepedni, de ha ritkán használtok egy szint, vagy újonnan használjátok, akkor érdemes fölrázni, és ugye amikor fölkenjük, akkor csak annyi látszik, hogy egy ilyen nagyon érdekes sejemfénye van. Jó, ahogy mondtam már, nem muszáj őket mágnesezni, mert nagyon sokszor így is nagyon jól mutatnak, de egy picit változni fog a szín és az árnyalat is akkor, amikor mágnesezzük őket. Remélem, hogy visszaadja a videó is, hogy ez egy picit sűrűbb állagú, és nagyon szépen el lehet teríteni. Ugye az első réteget általában nem szoktuk lámpázni, nem szoktuk mágnesezni, úgyhogy én ezt most beteszem 30 másodpercre a lámpába. Jó. Arról is beszéltem nektek, hogy ugye máshogy mutatnak ezek a színek akkor, amikor sötét alapon vannak, és máshogy, amikor világos alapon. Ide is teszem egymás mellé. Látszik, hogy egy kicsit neonosabb a szín akkor, amikor világos alap kerül rá, és egy kicsit ilyen határozottabb, mélyebb a szín akkor, hogyha sötét alap. Úgyhogy ki lehet próbálni úgy is, hogy fekete alapot tesztek alá, és akkor arra húzzátok rá ezeket a színeket. Úgy is nagyon jól mutatnak, de nem muszáj a feketét alá tenni. Hogyha kicsit ilyen nyáriasabb, vidámabb színre vágytok, már pedig ezek a géllakok ezt abszolút lehetővé teszik, akkor vagy egy, mondjuk egy elasztik covert, vagy csak egy sima elasztik hardot teszünk alá, és akkor nagyon szép ilyen neonos nyári szín kapunk. Egyébként mindegyik színnek kicsit ilyen neonos beütése van, és maga a fény csík is egy picikét színezett, úgyhogy nagyon jól mutatnak. A mágnesünk az kettő végű, ugye ebből a végével tudok egy egyenes csíkot tenni. A mágnesnek mindig lefele kell nézni, és viszonylag közel kell hozzá tenni. Jó, így mutatom így. Lássátok, hogy tényleg csak egy pár milliméter távolság van közte.
most egy kicsit nagy a felület, hogy egy kicsit én egy oldalirányba meghúzom, és akkor ugye egy egyenes csíkot fog húzni. Most picit ilyen átlósan tettem, de ezt lehet természetesen hosszába, keresztbe, bárhogy. A másik fele a mágnesnek, az pedig egy ilyen kis kerek korongocska, ez pedig egy ívet fog belenyomni. Ez lehet úgy is, hogy magát ezt a csíkot nyomom egy kicsit odébb, és akkor látjátok, hogy így beletesz egy ívet. Látszik így? Most egy ilyen kis körívet tett bele. És lehet azt is, hogy a másik oldalról pedig innen jövök ellentétesen, és akkor kicsit ilyen hullámvonalat, egy ilyen hullámsávot készítek vele. Jó, tehát lehet játszani, látszik így? Úgy, nagyon jó. Aha. Jó, tehát természetesen attól függően, és ugye egészen addig tudunk vele játszani, amíg be nem kerül a lámpába, hogyha valamiért úgy ítéljük meg, hogy valami nagyon nem jó, és előről akarjuk kezdeni, ugye akkor nincs más dolgunk, mint az üres ecsettel áthúzni, és akkor visszarendeződik az eredeti helyére. Ezt egy picit belámpázom szintén, ugye 30 másodperc a kötési ideje. Ezekben a gyors UV-led kombinált lámpákban. Ugye, hogyha a rendes, hagyományos UV-csöves lámpát használtok, akkor mindig duplázni kell az időket, tehát az első réteg akkor nem 30, hanem 60 másodperc, a második réteg is nem 30, hanem 60 másodperc, és a fény az pedig általában 2-3 perc. Jó, mindenképpen. Oké. Okay. És akkor megmutatom így is nektek, ugye ez ahogy mozgatja a vendég a kezét, úgy fog vándorolni ez a kis csík, és mindig más szögből látja. Jó, szerintem nagyon jól néz ki, nagyon-nagyon szép, és ugye, mint minden más géllakot, ezt is le kell zárni valamilyen rugalmas fénnyel. Én most az Extreme Gloss-t fogom rátenni. Nagyon-nagyon jók a visszajelzések, nagyon szeretitek, úgyhogy ennek mind nagyon örülünk. Szeretitek azt, hogy ez egy sűrűbb jellegű anyag, és ezáltal ugye nagyon szépen lehet vele céljívet kialakítani a köröm felületén, ezáltal egy nagyon szép egyenletes felületet lehet kapni. Illetve azt is szeretitek benne, hogy ez nem folyik el. Hogyha valaki hajlamosabb egy kicsit vastagabb rétegben fölkenni, akkor nem folyik meg a felületen, és ugye egy gyönyörű, szép, egyenletes felületet kapunk vele. Ugye, amit még tudni kell róla, hogy ez egy rugalmas anyag, tehát bátran lehet használni géllakkos körmöknek a felületére is. Természetesen zselére, porcelánra, akrilgélre is mehet. Szeretitek azt, hogy fixálásmentes, nem kell törölgetni, és nagyon-nagyon fényes. És ugye a másik pozitív tulajdonság, hogy nem színezi el sem a fehéret, sem a feketét, úgyhogy bármilyen színű alapra nyugodtan tehetitek, az eredeti színét fogja megőrizni. Jó. Jövő héten akkor szeretettel várlak titeket majd egy újabb élő adásban, akkor a töltést fogjuk egy kicsit átnézni a Build & Feel zsalékkel. Egy töltést fogok mutatni, és egy francia festés. Ne felejtsétek el az akciókat, ne felejtsétek el katalógust, Perfect Beauty magazint szerezni magatoknak, és használjátok ki az akciót, hogy 15% kedvezmény minden géllakunkra, az újdonságokra is. Jövő héten várlak titeket, sziasztok!